köszönhetek le, fogos is meg. Rékuni egy nagyon különleges, furcsa és nagyszerű szerző. Azzal szeretném becsábítani a közönséget sok-sok jó poénnal, remek helyzet komikummal, és akkor bejönnek, akkor egy igazi nagy görbe tükröt tart eléjük, hogy már pedig ezt figyeld meg. A darabot kb. 40 évvel ezelőtt írta, és ma még aktuálisabb, mint akkor. Nézd meg magad, ilyen vagy, hazudozó, hűtlen. Gyakorlatilag e körül forog a történet, sok-sok hazugság, a hűtlenség, az egy nagyon fontos része az előadásnak. Ráadásul a hazugságról úgy rövidesen kiderül, hogy rövid életű, el lehet akargatni az igazságot, de végül mégis kiderül az igazság. A hűtlenségről viszont egy nagyon karcos és kemény véleménye. Ezt az egyik főszereplőjével mondatja, hogy azt mondja, hogy a férfi a 98%-a hűtlennek születik, a maradék 2% pedig jókat hazudik. Ezt nem gondolom ennyire sarkosan természetesen, és ezért egy picit a végét meg is változtattam, ami egy kicsit azt sugallja, hogy azért vannak olyan emberek, akik képesek ellenállni a csábításnak. Mi a hasebet csinálhatok? Elnézést, technikai hiba. Gilbert Bodley társtulajdonosa ennek a szörme üzletnek, tulajdonképpen a feleségével együtt. Van egy csont a gyanúm, nem hangzik el a darabban, de valószínűleg a felesége mi az 51% és az enyém a kevesebb. Egy igazi világfi, aki imádja az életet, a pezsgőt, a nőket, és hát ezt nem is rejti nagyon véka alá, természetesen a felesége előtt ezt nem reklámozza, de egyébként úgy jár kell ebben a bundaszalomban, hogy az összes próbalányt és az összes mindenkit megpróbál fölpróbálni tulajdonképpen. A segédje a Crouch, akit Szente Vajk alakít, ő pedig maga az erkölcs mintaképe, és egy igazi normális emberi szabályrendszert próbál követni, hát mellettem, vagyis a Gilbert Bodley mellett elég nehéz, és hát bele is húzom a csőbe őt elég rendesen. Minden kétséget kizáróan Arnold Crouch vagyok, Igazából talán ezeknek a fajta végjátékoknak vagy bohózatoknak szerintem a nehézség az mindig a jó tempóérzék, amit ez kíván. Az a fajta szövegmondás, plasztikusság, humorérzék, de mégis a humorban nem ismerek tréfát elve működő dolog, ami szerintem sikerre vihet egy ilyen előadást. Nem árt, ha mindenki tudja, hogy Mrs. Bodley útban van fölfelé. Mozgás! Egy nagyszerű, igazi nagy vígjáték, igazi nagy bohózat. Sok éven keresztül itt a Madách Színházban nagyon nagy sikerrel ment. Szerenyeivel és Gál Völgyivel Szirtes igazgató rendezte. És nagyon boldog voltam, hogy az igazgató most engem bízott meg azzal, hogy fiatalokkal csinálj meg ugyanezt az előadást. Remélem, hogy olyan nagy sikerrel és olyan nagy szériát ér majd meg, mint az előző.